Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár volt, katonai attasé, és szép jó reggelt, kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok. Ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5781-et írunk, Tevet havának 29. napján vagyunk. Holnap újhold, és ránk köszönt svát hava. A polgári időszámítás szerint 2021. január 13-át írunk, és szerda van. Az esztendő második hetébe vagyunk. Szeretettel üdvözlünk minden Veronika Utó nevű nézőnket, és mindenkit, akinek ma van a születésnapja, a házasság évfordulója. Kiemelve üdvözöljük azokat a lányokat, asszonyokat, aki az éjszaka folyamán, avagy ma a kora hajnali órákban utódaiknak adtak életet. Megszületni nem egyszerű dolog, de életben maradni, na az egy attrakció, ime a megoldás. Ez az egyszerű papírmassé, ami azért nem is olyan egyszerű, ez a maszk, ez megmentheti az életünket. Megmentheti attól önöket, hogy mások megfertőzzék önöket, vagy önök megfertőzzenek másokat. A nap 24 órájában kéne hordani, főleg akkor, ha kimennek otthonról, vásárolni, autóbuszra közlekedni. Ha egyedül vannak a kocsiba, akkor nem kell használni. De ha nem használják nyilvános helyeken, akkor jön a rendőr és keményen megbünteti önöket. De ez nem elég, meg kell tartani a 1,5-2 méteres távolságot. És akkor is, ha már be vannak oltva, addig, amíg mindenki be lesz oltva közterületen, ezt használni, és már is meggyógyulunk, illetve egészségesek maradunk. Ennyi az egész. Szemüveg alá betenni, és nem párásodik. Figyeljenek oda a folyadék háztartásukra, hisz tél van, elég folyadékot kell írni, ugyanúgy, mint nyáron, főleg az idősebbeknél és a gyerekeknél. Öltözenek rétegesen, hisz tél van. A várható időjárás -3 és +3 Celsius fok között várható. Hóesés sem kizárt, ezért használjanak olyan lábbelit, ami ha lehet, nem csúszik. Most viszont hallgassák érdeklődő beszélgetésünket Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel. Hát Amerikában megvan az elnök, van egy még hivatalában lévő, van egy megválasztott elnök, és tulajdonképpen a hivatalok kezdenek felállni. Minden visszatér, de nagyon emlékeztet az obamai időkre. Ez annyit jelent, hogy van egy új amerikai elnök, és van hátulról egy sugó, akit úgy hívnak, hogy Obama, és ő fogja majd a volt alelnökét egyengetni? Én úgy gondolom, hogyha nem is egyengetni, de segíteni mindenképpen fogja. Egyébként jó volt közöttük az együttműködés, még ez fordítva volt ez az egész felállás, és ugye Obama volt az elnök, míg Biden volt az alelnök. Talán azt tudnám mondani, hogy az egész Obama időszak alatt is, ugye ő két kadenciát csinált, jó volt közöttük az együttműködés. Én úgy látom, hogy Biden ez nyugodt, megfontolt, nagy tapasztalattal rendelkező ember, de azért csak meg fogja kérdezni néhányszor Obamát, hogy aztán most milyen funkciót kap, tanácsadóként lesz-e ott, vagy valami területet fog vezetni, azt nem tudom, de nem kell félteni, biztos vagyok benne, hogy jó néhány kérdésben ki fogja kérni az Obama véleményét. Itt csak az a kérdés, hogy azóta már eltelt jó hány esztendő. Ez alatt az esztendők alatt a megválasztott elnök is biztos bölcsebb lett, de a világ azóta is forog, nem állt meg, és a világ mai helyzete természetesen még csak nem is hasonlít az akkori időkre. Ez így van, és azt nem lehet mondani, hogy az Obama politikáját fogja folytatni. Ez teljesen más időszak, más kihívásokkal, más körülményekkel. Természetes dolog, hogy ehhez alkalmazkodni fog az adminisztráció, és igyekszik a megváltozott körülményeknek megfelelően politizálni. Tényleg sok minden megváltozott, ha csak az Egyesült Államokat nézzük, belpolitikai szempontból nagyon sok esemény történt az elmúlt időszakban. Hogy ez időnként negatív volt, ebben természetesen volt némi szerepe a Trump adminisztrációnak is, és ez megváltozott a világ, megváltozott az orosz-amerikai kapcsolat,
Elkezdték ugye az iráni dolgokat, az is megváltozott, tehát ott is újra kell építkezni. Észak-Koreával kapcsolatban most már az észak-koreai vezető elég dehonestáló megjegyzést tesz az amerikaiakra, mondjuk nem meglepő tőle, de hát nem néz ki az egyelőre, hogy ezzel a területtel a Biden nagyon foglalkozna. Hát aztán ott van a kínai problémája, amivel neki mindenképpen törődni kell. Ott van a transatlanti együttműködés, amit át kell alakítani, vissza kell, hát nem vissza kell hozni. Azt a kapcsolatrendszert, ami korábban megvolt, akár Obama alatt is, azt föl kell egy kicsit eleveníteni, körülményeknek megfelelően át kell alakítani, mert nem jó dolog az, hogyha egy szövetségi rendszeren belül komoly viták vannak, és mindez kikerül a nyilvánosság elé, hát ezeket is meg kell oldani. Tehát van neki bőven feladata, és valóban igaz, és én egyetértek azzal, hogy megváltozott a körülmény, hát kétszer nem lépsz bele ugyanabba a folyóba. Ez mind rendben is van, de minek után azóta nagyon sok idő eltelt, hogy ő alelnök volt, és Amerikának ma égető belügyei vannak. Amerika ugyan egy nagy hatalom, a világ figyel, és a világnak elvárásai vannak Amerikától, és Amerika megpróbál diktálni is. De mielőtt demokráciát exportálunk, mielőtt más országoknak diktálunk, otthon is rendet kell csinálni. És a helyzet azért nem egyszerű. A helyzet nem egyszerű, és hát a demokrácia exportálása, ez már nem divat, ezt már megmondták többször. Korábban ugye az volt, hogy majd mi átalakítunk országokat, átalakítunk társadalmi rendszereket. Hát azért ezekből az üzenetekből nagyon úgy tűnik, hogy ők majd nagyon odafigyelnek a nem demokratikusan gondolkodókra, úgyhogy azért ez ma is megvan. Még. Nyilván azokra oda fognak figyelni, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ha nem is akar nagyon leszokni arról a politikáról, amit folytat egy adott ország, most, vagy több ország nyilván, azért oda tudnak hatni, hogy átalakuljon a politika, vagy legalábbis figyelembe vegyék azt, amit a világ legerősebb és legnagyobb hatalma, nyugodtan mondhatjuk, hogy világhatalma mond. Tehát nyíld a beleszólást, azt mondom, hogy nem nagyon fognak csinálni, de hát vannak nagyon sok lehetőségek a diplomáciában, az úgynevezett titkos diplomácia, a rejtett diplomácia, a gazdasági különböző zsarolás, politikai zsarolás. Álljunk is meg egy pillanatra. Trump elnök egyik tanácsadója, aki nem más, mint Kushner a veje, tegnap találkozott az új amerikai elnökkel, és beszámolt neki a közel-keleti helyzetről, hogy mit értek el, és hol is tartanak. Sok szakértő ezt egy nagyon pozitív lépésnek ítéli meg, mert hogy érdekli az új elnököt, hogy mit végzett Trump, és ezt nem az adminisztrációtól kérdezte meg, hanem a vejétől, aki ezeket a dolgokat természetesen feltételezhetően az amerikai külügy bevonásával, de intézte. Ezt talán arra enged következtetni, hogy ami Trumpnál pozitívan sikerült, hogy akkor azt ő meg is tartja? Én úgy gondolom, hogy igen, és azt lehet látni, hogy az, amit a Kushner elkezdett fiatalként, más fejjel, más gondolkodásmóddal, elszakadva a Trump nézetétől is nagyjából, elszakadva az Obama-féle politikától is, és az elődeit nem is akarom mondani, ő egy kicsit másképp akarja ezt megoldani, és én is nagyon pozitívnak tartom azt, hogy ezt próbálja átadni az új vezetésnek, illetve az új vezetést érdekli. Mert mondhatta volna Biden azt, hogy bocs, engem ez a téma nem érdekel, majd én tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, kíváncsi, hogy milyen eredményt értek el, kivel hova jutottak el, ami egyértelműen azt jelzi előre, hogy ezt a politikát a Biden folytatni akar, és meggyőződésem, hogy ebben az irányba fog tovább menni, amit a Kushner elkezdett, illetve hát a tanácsadó, mert nem egyedül volt ebbe, de az igazság az, hogy, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez a közel-kelet szempontjából egy nagyon pozitív jelenség lenne, tehát hogy ez az Abraham terv folytatódna. 1933-ban született, és 2021-ben visszaadta lelkét Nishmato az örökkévalónak, Sheldon Adelson, az Izrael Hajomlap tulajdonosa, Trump elnök gazdasági jobbkeze, Benjamin Netanyahu nagy barátja és nagy támogatója. Hát ő már biztos nem lesz Budapesten nagykövet, mert ő most már a fentiekben, ahol soha nincs sötétség és mindig minden jó, ott lesz az emberiség nagykövete.
Fontos-e az, hogy kit fog ide küldeni nagykövetnek Amerika? Nagyon fontos. Jelzés, már a jelölés is. És hát nem mindegy az, hogy melyik körből kerül ide. Tehát egy szakembert küld, aki a diplomáciában már ért el eredményeket, és jó néhány esztendőt ledolgozott, vagy pedig egy barátot, aki támogatta a kampányt, egy ilyen jutalomútra elküld, mint az előző Corner volt, akiről nem lehetett pontosan tudni, hogy tulajdonképpen ő minek van itt és mit csinál. Szép kijelentéseket tett, tehát tetszett. Nagyon baráti viszonyban volt. Nagyon baráti viszonyban volt, baráti és meg is kérdezték tőle Amerikában, hogy tulajdonképpen most kit képvisel. Ez a diplomáciában gyakran előfordul, hogy megkérdezik az illetőtől, hogy most tulajdonképpen maga kit képvisel. Ezt tőlem is megkérdezték, emlékszem, mikor külföldön dolgoztam, hogy akkor most tulajdonképpen kit képvisel? Ez izraeli hadipari érdekeit, mikor azt mondott, hogy ezt meg azt meg kellene csinálni, vagy pedig a magyar érdeket, ami az, hogy mi hadipari berendezés NATO országoktól vagyunk, mert NATO tag vagyunk, és hát ilyen kérdések felmerülnek, de én úgy gondolom, hogy ezt helyre lehet tenni, és helyén lehet kezelni. Ha nem olyan embert küld ide, aki profi, külügyes is ismeri a témát, akkor viszont az első beosztottnak mindenképpen olyan embert fognak kijelölni, mint ahogy itt is Magyarországon is előfordult, aki ismeri a térséget, ismeri az országot. De hát a külügyminiszter maga is ismeri jól majd a... Nagyon jól ismeri, nagyon jó, nem biztos, hogy nekünk jó, hogy ő nagyon jól ismeri, de az igazság az, hogy milyen hatással megkérdezik azért a nagykövet. Oké, de milyen hatással lehet ez? Mit tud egy nagykövet elérni? Hát mégsem fogja az államformánkat átépíteni egy idegen nagykövet? Államformát nem fogja átépíteni, de mondjuk, hogyha megnézzük az előző nagykövetet, aki itt volt Magyarországon, akkor ő nagyon jó kapcsolatban volt az elnökkel. Most ő nem nagyon tiszteli azt, hogy most a külügyminisztériumnak mi a vélemény, mert a külügyminiszter mit mondta, hanem fölhívja az elnököt, és azt mondja neki, hogy hát szeretném, hogyha ezt megvalósítanád, és mivel olyan a nexus közöttük, hogy ő ezt megteheti, ettől kezdve ez nyilván a két ország diplomáciai kapcsolatára. De Bidennak is voltak adakozói, akik támogatták a választást, tehát őnek is van egy tartozás listája. Az biztos, hogy van, és ő van írva, hogy hova kit fognak küldeni. Hát most nem akarom azt mondani, hogy nem tartozunk az első országok körébe. Ma beszélgetni fogok Gordon István lengyel szakértőnkkel, aki hosszú éveket töltött el Lengyelországba. Az is nagyon érdekes, mert a két ország úgy tűnik, hogy mintha egy csónakba utaznánk, azzal a különbséggel, hogy a lengyel nép Amerikában élő honfitársai azok nagyobb számot tesznek ki, mint a magyar vagy a magyar zsidók Amerikába. És ha veszem Chicagót, akkor ott illik lengyelül tudni beszélni, tehát elképzelhető, hogy ő rajtuk nem lehet ott csak úgy keresztül bukdácsolni. Nem lehet összehasonlítani egy lengyel-amerikai, illetve egy magyar-amerikai kapcsolatot, mint ahogy ezt az európai országoknál is el lehet mondani. Tudomásul kell venni, hogy Lengyelország Európában egy középhatalom, és azért van súlya, geopolitikai fekvése rendkívül fontos, és hát tulajdonképpen ez meghatározza a lét a hollétet. Magyarul a lengyel politikát meghatározza az, hogy milyen viszonyban kell lenni az Egyesült Államokkal, ami tényleg kiváló politikai gazdaság. Arról ne beszélve, hogy a volt lengyel elnök most pártelnök, és mint belügyminiszter. Így van, és ezen kívül pedig hát a németekkel is kiváló lengyel kapcsolata, függetlenül attól, hogy történt, ami történt a múltban. Köszönöm, hogy lehetőségünk volt önnel beszélgetni, és visszavárjuk. Előzetesek, és következik Deák Daniel, a 21. század intézet kutatója. Tartsanak velünk!